이라고 뜻에 택무이로 하바 언약여 벼허이 너라라 일라토션. Sziasztok, gyerekek! Dunakömlődi, pillangó és felhőcske csoportosok. Látjátok, mi is itthon vagyunk, és mindig kitalálunk valamit, hogy hogyan tudjuk elütni a napot. Ma például sólisztgyurmából készítettünk szíveket, és ezeket csináljuk a nagymamáknak, mert hamarosan anyák napja, és szeretnénk ma valamilyen meglepni őket. Amíg szárad a festék, olvasok egy mesét. Fésű Séva, jó ét, bocsok! Jó ét, mackó mami! A medvebarlang hálófülkéjében Mackó néni minden este ezek után a szavak után borított ibolyalevelet a János bogár lámpára, hogy három bocsa hamarabb elaludjék. Azok pedig minden áldott este ilyenkor kezdtek élni, mintha egész napi erejüket, vicsorgásukat mostanra tartogatták volna. Látszólag engedelmesen ráhúzták a mohapaplant a fél fülükre, de a másikat szabadon hagyták, hogy hallják, mikor lépi át Mackó mami a hálóbarlang küszöbét. Abban a pillanatban elkezdődött a huncutságok sorozata, hol így, hol úgy, de a cél mindig ugyanaz volt, húzni az időt, hogy ne kelljen még aludni. A hét mindennapjának estéjére tartogattak valami csalafintaságot, hétfőn Dörmi szólalt meg, még mielőtt Mackó mama átlépte volna a küszöböt. Én nem kaptam puszit, már hogy ne kaptál volna, kisfiam? De én egyel kevesebbet kaptam, mint Brumcsi. És hozzátette szemrehányó tekintettel. Megszámoltam, még a szája is legörbült. Mackó mamának sürgősen igazságot, azaz pótpuszit kellett osztogatni, de addigra már a két másik bocsa is lerúgta a paplant és körülugrálta. Én is kérek még, én is keveset kaptam, én is! Mire vége szakadt a nagy cuppogásnak, hízelkedésnek, kilencet kakukkolt az óra. Mélységes rengeteg, még nem is mosakodtam, kiáltotta fel Mackó néni, és szigorúan toppantott. Na ilyen nem lesz többet. Hát nem is lett, mert kedre más műsort eszeltek ki a bocsok. Pók van az ágyamban, kiáltott fel Brumcsi másnap este, akinek az lett a következménye, hogy mind a három ágyat össze-vissza kellett túrni. A pókot természetesen nem találták, hiába bizonygatta Brumcsi, hogy nagy volt és fekete. Mire vége lett a hajcihőnek, az óra tizet ütött. Jóságos mézes puttony, kapott fejéhez Mackó mama. Még ezek után kell kimosnom a Mackó nadrágokat. Szerdán Dörmikért vizet elalvás előtt, egy negyed óra múlva Brumcsinak szakadt ki a torka, amivel később pedig Lomposka akart egy pohár harmat vízért elepedni. Mackó mama háromszor hagyta félbe a vasalást, amire ilyenkor jutott ideje, mert napközben egy málásban dolgozott. Egyedül nevelte a három bozontos bocsot, és soha nem volt szíve nemet mondani, hogyha ők valamit kértek. Azok pedig viháncoltak, kuncogtak, pompásan szórakoztak. Így ment ez heteken keresztül, míg egyszer csak furcsa dolog történt. Azon az estén Lomposka lett volna a soros a huncutkodásban, de elkésett a nyöszörgéssel, mert Mackó néni szokatlanul gyorsan köszönt el tőlük, és gyorsan ment ki az ajtón. Valami olyasmit dörmögött, hogy mindig fáradt. Nem csoda, ha elszámolja magát a málna számolással. Most meg kezdheti előről az egészet. Lomposkát megszitta a két testvére, amiért ügyetlenkezett, de azután hamarosan készen volt az új tervük. Szúnyogokat fogunk csapkodni, jelentette ki diadalmasan Dörmi. Erre majd bejön a Mackó mami, a nagy partfissal, aztán az olyan mulatságos lesz, hogy 11-ig fönnmaradunk. El is kezdődött a csetepati. Először a mancsukkal csapkodtak, de Mackó mami nem jött be. Aztán elő a papucsot, elő a kispárnát, elő a tegnapi újságot, pif, puf, dír, dur. De odakint néma csend, Dörmi már visongott. Odakint semmi nesz. Brumi véletlenül nyakon csapta Lomposkát, na az meg bőgni kezdett. Na erre már biztos bejön a mama. De nem jött. A bocsok hirtelen elhallgattak. Valami furcsa volt a levegőben. Lábújhegyen egymás után osontak ki körülnézni. A konyhában égett a János bogárlámpa, s ott állt a mosatlan edény nagy halomban. De hol lehet Mackó mami? Dolga végezetlenül aludni ment volna? Dehogy ment szegény. Ott aludt el a málna számolás közben az egyik barlang mélyedésben az asztalra borulva.
Dörmi odaszaladt, hogy feltöltse, Dremumi hirtelen erélyesen visszahúzta. Csst! Brumcsi eddig mindig csak egy bocs volt. Fáramászó, mézért torkoskodó huncut kölyök, mint a két öccse. De egyszerre most úgy érezte, ő az okosabb. Okos és ügyes mackó kislány, akinek ilyen esetben tudni kell, hogy mi a teendő. Lomboska rákiáltott. Igazad van, menjünk aludni. Nem, addig öcskös, hiszen te 11-ig fönn akartál maradni. De most már minek? Kérdezte Dörmi. A mulatság úgyse lesz. Hát dehogy nem, emelte fel hangját Brumcsi, de csak annyira, hogy mackom, amit fel ne ébressze. Ezután jön ám az igazi mulatság. No, mit néztek rám? Hát olyan buták vagytok, hogy nem tudjátok, mit akarok. A bocsok nem voltak buták. Mackó mami csak hajnaltált ébredt, amikor úgy meglepődött, hogy még azt se tudta mondani, mélységes rengeteg. A konyhában olyan rend és tisztaság volt, mint vasárnap délután. A nagy kosár mellén pedig egy cédulát talált. Pontosan 911 szem. Megszámoltuk. A puszit és a simogatást, amit a bocsok kaptak, nem számolta meg senki. De attól kezdve, ha Mackó mami azt mondta, jó ét, bocsok, minden mackófül eltűnt a paplan alatt, és olyan áldott csend lett, hogy még a betévet esti pille szányzizzenését meg lehetett hallani. Segítsetek ti is anyukátoknak. Gyere, csücsi, az elembe. Készítsetek valami meglepetést hétvégére, hiszen ne felejtsétek, jövő héten vasárnap anyát napja lesz. Kérjétek meg apát vagy a nagy testvért, biztos, hogy fog segíteni. Viszont ha nem jut eszetekbe semmi, akkor van egy ötletem. Üljetek anya ölébe, öleljétek meg, adjatok neki egy puszit, és mondjátok el, mennyire szeretitek. Ennél több, higgyétek el, nem is kell.